Ezek még csak alapmozdulatok, de ennek elsajátítása és tökéletes kivitelezése nélkül később nem lehet valaki sikeres egy küzdelemben. Bát a széken éppen ezért úgy döntöttek, a leginkább kezdők és a náluk egy fokkal magasabb szinten állók számára szerveznek viadalt azzal a nem titkolt céllal, hadd szokják már ideje korán a gyerekek a verseny hangulatát. Ennek tulajdonképpen a versenyrendszerben úgymond nincsen annyira helye. Viszont létjogosultsága pedig nagyon is van. Nagykorúak lettünk, jelentem halásom. Ez azt jelenti, hogy 18 évvel ezelőtt találtuk ki ezt a rendezvényt. Pontosan azért, hogy az utánpótlás versenyzőket elkezdjük menedzselni a kezdetektől. Akkor még nagyon hiánycikk volt az ilyen típusú verseny, mint ez, hogy gyakorlatilag az alapkoncepció az, hogy mindenkinek legyen több mérkőzése, a végén mindenki örüljön, tehát ilyen oklevelet kapjon. Tehát ez egy ilyen boldogság verseny. Tényleg kimondottan azért, hogy meghozzuk a kedvet a versenyzőknek, akár nyer, akár veszünk, pozitív attitűd találjon a versenyzéshez. Próbáljuk a nagy versenyek atmoszféráját megteremteni, hogy amikor később majd nagy versenyre mennek, akkor ne a körülményekkel legyenek elfoglalva, hogy ne nyomja agyon őket a közeg, hanem egy kicsit otthonosabban mozogjanak már ebbe a légkörbe, és némi rutint szerezzenek itt. Nagyon hosszú távú együttműködés a gyermek edző-szülő, gyermek-szülő kapcsolatában. Ugye amikor először behozzák a gyerekeket edzésre, mindenki még értetlenül áll. Mert mindig a karaténak még a mai napig megvan az a misztikuma, ami egy európai ember számára egy picit ilyen különleges varázsa van. És aztán rájönnek a szülők arra, hogy valójában ez egy teljesen hétköznapi dolog, mint hogy elmennék bármilyen másfajta, más kultúrájú edzésre. És onnantól kezdve elkezdjük szépen felépíteni az egészet úgy, hogy minél magasabb szintre jussanak el, már nyilván azok nem megmarad. Most amikor eljövünk az első egy ilyen utánpótlás versenyre, mindenki számára ott van az erőteljes izgalom. Bennem is, mint edzőben, a gyermekben is, mert még nem vett részt egy ilyenen, és a szülőben is, mert nyilván kérdés az, hogy a gyereke hogy fog majd szerepelni egy általa új sportákként megélt dologban. És elindítjuk ezeket a pici gyerekeket ezeket az alapszintű versenyeken, és látjuk a következő alkalmakkor, hogy milyen szinten fejlődnek. Tehát ez egy nagyon jó utánpótlás nevelő eszköz arra, hogy valamikor, egykor esetleg egy magasabb szintű, esetleges egy top versenyző legyen belőle. Egyértelműen arról is szól a történet, hogy egyfajta regionális összefogás legyen. Most a dél-magyarországi klubok közül a Barcsiak, a Dombováriak, a Mohácsiak, a Fadtolnaiak és nyilván a Bátaszék-Szekszárdi karatékák jöttek össze. És nagyon fontos az, hogy itt összetartjuk ezt a régiót és a vidéki karatebázist. Ugye nem mindenki teheti meg, nem mindenkinek van olyan infrastruktúrája, mint nekünk, meg olyan tömegbázisa. Így viszont, hogyha összpontosítjuk energiáinkat, erőinket, versenyzői bázisunkat, akkor egy ilyen 130-150 fős versenyt össze tudunk tenni ebből a korosztályból, és én azt gondolom, hogy itt mindenki boldog, tehát nem csak a szülő, a gyerek, hanem mi edzők is boldogok vagyunk azért, hogy el tudjuk indítani valahol ezeket a gyerekeket.